Az emlősvese utóvese típusú, páros, babszem alakú szerv, viszonylag nagy és vérbő. Csúcsán található a mellékvese. Színe általában barnás-vörös, ez az embereknél is így van, a sertésnél pedig sárgás-barna színű. A vesét hármas burok határolja, a középső egy zsírostok, a belső pedig vékony, laza szerkezetű. Most egy emberi vesemodell segítségével megismerhetjük a vesének a belső szerkezetét. Ezt a vesemodellt szét lehet szedni, és így könnyen láthatjuk, hogy mik alkotják a vesének a belső szerkezetét. Itt találhatjuk a vesepiramisokat, itt találhatjuk a vesének a kéreg részét, itt a vesevelő részét, és itt pedig a vesemedencét. A következő részben pedig láthatjuk egy sertés vesének a boncolását. Az emlős vese utóvese típusú páros szerv. Viszonylag nagy, vérbő szerv, színe általában barnás-vörös, de fajonként változhat a színe. Kemény, tömör tapintású. Mi most egy sertésnek a veséjét fogjuk felboncolni, a páros szervből az egyiket. Miután felvágtuk a vesét, figyeljük meg a belső felépítését. Keressük meg belülről, a vesén belül a vesekelyheket. Keressük meg a vesemedencét, a vesepiramisokat, a vesevelőt, és itt kívülről pedig a vesekérget.